Az első negyed kiegyenlített játékot hozott, de a szakaszt 18-14-re a kékcápák nyerték. A második 10 percben újabb 10 pontot tett hozzá előnyéhez a nyíregyházi gárda. A nagyszünet után a harmadik negyed elejét nagyon megnyomta a Busch Iván és Emeni Gent által vezérelt házigazda, amivel el is dőlt a mérkőzés. A záró negyedben picit kozmetikáztak az eredményen a vendégek, de a hajrában 4 junior játékos pályán tartó Blue Sharks győzelmét egy pillanatig sem fenyegette veszély. Kicsit hámosan kezdtük a mérkőzést, de a védekezésünkkel mindig jól tudtunk, vesztettük a lepattanókat, illetve abból tudtunk támadni. A másik fél évben szerintem már az erőkülönbség kijött, jobban tudtunk koncentrálni, és pontosabban támadtunk, és talán már 20 pontos különbség megvolt, és a végén már fiatalok játszottak, úgyhogy ezért lett 13 pont ennyi. A vendégek edzője csalódott volt a mérkőzés után, mivel csapata a vártnál kisebb ellenállást mutatott a hazaiakkal szemben. Nagyon gyengén játszottunk, ezért én magam is szégyellem, remélem a csapatom is szégyeli magát, hiszen azért erre mi is többre számítottunk. Én azt gondoltam, hogy egy összeszedettebb játékkal talán közelebb tudunk kerülni a hazaiak fiatal csapatához, de sajnos a felátvérelmű játékunk az egyszerűen katasztrofális volt. A forduló további eredményei a következők: Eger Békés 71-69, Nagykőrös Mavsz 2 95-65, Hódmezővásárhely Budapesti Honvéd 102-69, Tiszaújváros Debrecen 63-57 és Miskolc Óbudai Kaszások 91-60. A tabella élén a Miskolc áll 6 győzelemmel és egy vereséggel, megelőzve az azonos mutatóval rendelkező Hódmezővásárhelyt. A Nyíregyháza Blue Sharks 4 győzelemmel és 3 vereséggel a 7. helyen várja vasárnapi budapesti vendégjátékát, amelyen a MAFC második csapata ellen lép pályára Siska János együttese.